Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: a háború fellendíti az ingatlan bérleti piacot. Én nyitom az ingatlansámok könyveket, enyém a havi ingatlansámok klub, úgyhogy kattints, iratkozz fel a hírlevelemre, és legyél klubtag. Illetve várlak szeretettel nem sokára, március 27-én 10 órakor, hogyan fektess ingatlanba 20% megtérüléssel 3 hónap alatt című előadásomon. Ez az ingatlan klubtagoknak a gyakorlati megvalósítását ból csináltunk előadást, úgyhogy én ezt fogom nektek elmesélni, elmondani. Én úgy gondolom, hogy ha valaki a gyakorlatban ezt csinálni akarja, ez nagyon hasznos lesz neki. Na, tehát a háború fellendíti, azért gondolom, hogy fellendíti a bérleti piacot, ennek már egyébként vannak jelei, mert azért nagy tömegben jelennek meg úgymond menekültek. Azért az legyen tiszta, hogy az első menekültek, az első hullám az nem a legszegényebb emberek jönnek ide. Ugyanez volt egyébként Szíriára is érvényes. Tehát, hogy akik legelőször ide jöttek, ott azért volt pénz. Ugye lásd az állami mutizás az államkötvényekkel, nem véletlen, vagy a letelepedési meg egyéb kötvényeikkel, mindegy, tehát nem véletlen. Hatalmas pénzeket riszteltek el állami szinten erre a történetre, és nyilván a kötvényekre kamatot kell fizetni, csak csendesen mondom, tehát amit ott elriszteltek egyszer, ugye még egyszer fizettek érte, de ott még a pénzesebb emberek jöttek, ugyanez van most Ukrajnára is, ugyanez jellemző, tehát Győrbe is vannak ukrán rendszámú BMW-k, legalább 5-ös, 7-es, jó, tehát hogy nem kis autókkal jöttek, tehát akik el tudtak jönni az első hullámba, ők nem a szegény réteg, nekik egyébként van pénzük, például ingatlant bérelni. Azt látni kell, és én ezt így gondolom, hogy itt nem Magyarország a végcél. Tehát én is úgy gondolom, hogy ha én most menekülnék egy háború elől, és nem tudom, hogy mi lesz a vége, akkor nem egy szomszédos országban fogok letelepedni. Tehát ha Magyarországot elérné ez a történet, és ma itt vannak a Dunánál, akkor nem Ausztriába akarok letelepedni, hanem akkor megyek jóval odébb, hát ha késik a vonat valakinek, vagy nincs elég üzemanyag, ugye, amit nem lehet most kimondani, hogy nincs elég üzemanyag, és akkor az milyen szuper, és akkor késik mindenki, és nem érnek utol. Jó, legfeljebb gyalog. Úgyhogy nekik nem ez a végcél, viszont itt sajnos megint meg kell, hogy említsek egy dolgot, bár nem szeretek, csak ugye megint, hogy ugye az állami mutyi, tehát ők nem tudják abba hagyni sajnos ezt a lopást, hogy most már vannak bizonyos cégek, akiket állami szinten támogatnak, hogyha menekülteket fogadnak be. Lehet, hogy te nem tartozol közéjük, mert mondjuk te karitatíve felajánlod az ingatlanokat, hogy gyertek, én segíteni akarok nektek, ez egy tök jó dolog, de tudd, hogy azért vannak, akiket állami szinten támogatnak. Nyilván néhány kiválasztott cégről van szó, tehát azért nem az összesről. Jó, de ettől függetlenül a háború ezt fel fogja lendíteni, tehát ők rövidebb távra jönnek, lehet, hogy egy pár hónapra. Ugye van előadásom fönt a klub anyagai között, ugye középtávú bérbeadásról, ez könnyen lehet, hogy egy picit lehet, hogy érdemes eltolnod ebbe az irányba az üzleti dolgaidat, hogy középtávon adsz bérbe, ez 3-4, max. 6 hónapot jelent. Nem gondolom, hogy ők sokkal tovább maradnának. Ugye annyi fegyvert önt a Nyugat és a NATO a békéért, hogy itt biztos, hogy háború lesz. Én a harmadik világháborúval is most már számololnék. Tehát én úgy gondolom, hogy nem célország vagyunk, senkinek se leszünk célország. Hát rajtunk sajnos egy nap alatt át tudnának gázolni, ha erről van szó. Úgyhogy ezzel kalkulál, hogy amíg ha van bérbeadható ingatlanod, nyugodtan alakítsad át úgy, hogy középtávra, és ők nem árérzékenyek, mert menekülnek, magyarán szóval az állami támogatást, hát ha tudsz te is, akkor kérjél. Jó, de én úgy gondolom, hogy ez megint egy üzleti lehetőség. Tudom egyébként, hogy sokan azt mondják, hogy hú, ebből hasznot húzni. Nézzetek, a maszkokból is azért elég nagy hasznot húztak, a 100 forintos maszkok most 2500 forint. Ugye mindig vannak olyan üzletágok, ami valamilyen oknál fogva hát kicsit felemeli a dagály, ugye a dagály minden hajót felemel. Ha most éppen van ingatlanod, amit azt mondod, hogy igen, én nekem be van bútorozva, én bérbe akarom adni, akkor most ez egy üzleti rés lehet sokáig. Egy jó darabig, ami minket is el nem ér a probléma. Jó, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztél. Kattints, iratkozz fel a hírlevelemre, és akkor legyél ott az előadásomon, március 27-én 10 órakor. Szia!